Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakmagazinban, mint oly sok éve változatlanul Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, és végre visszaérkezett körünkbe a világ különböző pontjairól Péter Nagymester, tehát Varga Péter műsorvezető társam nemzetközi mesterül mellettem. Én is mindenkit üdvözlök. Az októberi adásban beszámoltunk a nyírségi tornáról és sok más egyéb történésről, ami a megye és a régió és az ország sakkéletében történt október lévén beindultak a nemzeti csapatbajnokság küzdelmei. A megyes sakkéletében, mint elmondtuk, egy kisebb-nagyobb változás következett be, ugyanis a város közgyűlése létrehozta Nyíregyházi Sportcentrum sakszakosztályát, amelyik ö, a tervek szerint a két legerősebb nyíregyházi csapat, a Piremon és a nyíregyházi sakkiskola összeolvadásából ö, állította volna össze a játékos állományát. Ez teljes egészében nem sikerült, mivel a Piremon jelentős része az önállóság mellett maradt, szerették volna a nagy nevű csapat emlékét és nevét továbbinni, így a Nyíregyházi Sakkiskola játékosai képezik a sportcentrumnak a játékos állományát, emellett természetesen még három játékos átigazolt a sportcentrumba a Piremonból. A csapat személyi állománya igazából nem erősödött, szinte változatlan az MB2-es csapat összeállítása, és ez azt jelenti, hogy az MB2-es küzdelmekben a Nyíregyházi Sportcentrum egy erős középcsapat. Az NB küzdelmeiben, mint többször elmondtuk már, két megyei csapat vesz részt, az NB 2-ben a Tiszavasvári csapata és a Nyíregyházi Sakkiskola jogán, immáron a Nyíregyházi Sportcentrumnak a csapata. Mindig a Sakkiskola végzett fentebb és állt magasabb helyen, mint a Tiszavasvári. Az NB2 kezdeti fordulóiban ez meglepetésre felborult. A Tiszavasvári előrébb van a tabellán mint a Nyíregyházi sakkiskola. Természetesen ez nem a végeredmény még, hiszen mindössze két forduló lebonyolítására került sor, ahol a, a sakkiskola csapata mindkét mérkőzését elvesztette, erősebb magasabban jegyzett csapatokkal szemben, a Tiszavasvári pedig nagyon fényesen szerepelt. Az első fordulóban a Tiszavasvári csapat az igen erős hajdúböszörményi csapattal mérkőzött meg, és tisztes vereséget szenvedett, 8 és fél, 3 és félre kapott ki a Tiszavasvári. Ez egy nagyobb arányú vereségnek tűnik, ismerve azonban a táblánkénti összeállítást. Én azt hiszem, megerősíthetsz Péter abban, hogy ez a Tiszavasvári részéről a reális erőviszonyokat ismerve, ez egy igen tisztességes helytállás volt, hiszen jóval erősebb csapat a Tiszavasváritól a hajdúböszörményi Szörmény, ahol olyan kiválóságok játszanak, mint Gály József István Fidemester, és még nagyon sokan mások. Hát a tavalyi bajnokság második helyezettje a Hajdúböszörmény. Ugye nagyon uh, erős uh, kerettel rendelkeznek, tehát nagyon jó csapat. Amit talán el kell mondani, hogy annyiban változott most a, az MB2-nek a szisztémája, lebonyolítása, hogy most már csapatgyőzelem számít. Tehát, uh, tehát aki nyer, ugye hasonlóképpen, tehát az két pontot kap, a döntetlen egy pontot, és a vereség pedig nulla. Tehát most már ez az elsődleges szempont, ugye az mb csapatban, csapatbajnokságban, és ugye ez egy teljesen új szisztéma, ez még mindenkinek ehhez hozzá kell szokni. Ezért is van az, hogy ugye sokkal nagyobb jelentősége van, ha nyer egy csapat, ugye ugye 6 és fél, 5 és félre akár, vagy 8 és fél, 3 és fél, végül is ott mindegy. A lényeg az, ugye, ugye a gólarány fog majd a holt dönteni. Versenyn, dönteni. Az első fordulóban tehát a Tiszavasvári kikapott, ami azért borítékolható volt, a Nyíregyházi Sakkiskola pedig a Debreceni vízda csapatát fogadta, a Kvizda csapata azért erősebb és magasabban jegyzett csapat volt, mint a Sakkiskola. A Sakkiskola ennek ellenére igen keményen beleállt a küzdelembe, minimális vereséget szenvedett el 6,5-5,5 arányban, amiben én is ludas vagyok, el kell, hogy ismerjem, mert a partimat sötétel csak döntetlenre ö, tudtam zárni. Egy gyalogelőnyös vezérvégjátékot nem tudtam győzelemre vinni ö, a számítógép otthon már megmutatta, hogy hogyan kellett volna eljárnom, de csak döntetlen lett a, a partim. Hozzátenném, hogy a parti mellett kibicelő mesterek és mesterjelöltek sem látták, hogy hogyan kellett volna ö, győznöm. Azt a N4-es gyaloglépést azt nem találtam meg a tábla mellett. Minden esetre, amennyiben sikerült volna megnyernem azt a partit, akkor 6-hat és egy pontot kapott volna a csapat, így nulla pontot jelentett a csapatnak ez a minimális arányú vereség, és a szerzett pontoknak, hogy Péter nagymester elmondta, a holt során van csupán jelentősége. A második fordulóban a Tiszavasvári pont a Quizdával mérkőzött meg, amelyik minimális arányú vereséget mért a sakkiskolára a kvizda pár játékosát, pár igen erős játékosát jóval gyengébre cserélte, tehát gyengébben állt ki, mint a sakkiskola ellen, és ennek köszönhető, hogy nagyszerű sikert ért el a Tiszavasvári, természetesen a Tiszavasvári játékosainak nagyszerű játéka mellett, ugyanis a Tiszavasvári 7-5-re le tudta győzni a debrecenieket, és ezzel két meccspontot szerzett. A Nyíregyházi Sakkiskola hazai pályán fogadta a DVTK csapatát, amelyik én azt hiszem, hogy megerősítesz abban, hogy torony magasan fogja megnyerni az MB2 küzdelmeit. A DVTK olyan csapattal állt ki, amelyik, hát azt hiszem, hogy egy osztálya a fentebb is legalább középmezőnyben ugye a tabella közepén végezne, tehát nem igazán az MB2-ben, hanem egy klasszissal egy osztálya a fentebb való. Minden táblán 100, 200-300-360-nal magasabb értékszámú játékost állítottak ki a sakiskola ellen, és nem titkolták, az egyik játékosuk el is mondta, hogy 12 óra szerettek volna minket verni, hát ennyire azért nem sikerült, 10-2-re vertek minket, bár két és fél pontot kellett volna szereznünk, a ludas persze megint csak én voltam, mert az egyszerű döntetlent elvétettem, és a játék ötödik órája végén azonnali egyszerű vesztőlépést húztam. A csapat ezzel a tabella végén van, a sorsolás azonban olyan, hogy a nyíregyházi sakkiskola a két, majdnem a két legerősebb ellenfélen van mostul, és most már könnyebb mérkőzések előtt áll, a tiszabasvári csapata pedig remélhetőleg a következő fordulókban is megtartja a mezőny közepén lévő helyét. Ennyit szerettem volna elmondani az MB2 küzdelmeiről. A megyei csapatbajnokságban még nem indultak be a küzdelmek. Október közepén lesz az első forduló, ahol rögtön a második, harmadik legerősebb csapat fog egymással megmérkőzni. A sportcentrum második csapata és a kisvárdai csapat. A küzdelem végeredményéről természetesen be fogunk számolni a következő adásokban, és érdeklődéssel várjuk, hogy a Piremon igen erős csapata milyen arányban tudja legázolni az ellenfeleket. És azt hiszem, ezek után most megkérhetjük Péter nagymestert, hogy mutassa be nekünk a legszebb, legjellemző partikat az MB2 közdelmeiről. Milyen partit mutatsz be nekünk, Péter? két partit szeretnék bemutatni az első fordulóból. Az egyik ugye a Tisza Vasvári játékosának a játszmája lesz, ugye Rengyel László játszott fehérre, és elég jó partiban verte ellenfelét, a másik pedig orosz Robertnek a játszmáját, aki, aki szintén elég egységes partiban verte ellenfelét. Tehát melyik partit látjuk először, Lengyel Lacinak a? Igen. Lengyel a partiját fogjuk megnézni. Tehát Világosra ugye Lengyel László játszott, ő és Antal volt az ellenfele. Világosra ugye E4-et játszott a Tisza Vasvári játékosa, G6 következett, amire D4-jel folytatta. Fehér D6, következett Huszár C3, futó G7, futó E3, A6. Ugye ez az egyik alapállása a modern védelemnek, ugye a fekete egyen még nem rakja ki a huszárját, hogyha a huszárt kirakná F6-ra, ugye az már Pierce védelem lenne. Itt ez még ugye ezért nevezik ezt egy picit így modern védelemnek. Világos ugye folytatta a fejlődést, vezérdékettő következett, amire b 5 fekete ugye ellenjátékhoz próbált jutni a vezérszárnyon, és elsáncolt hosszúra fehér. Itt szeretném megkérdezni tőled, hogy világos játékterve a vezér és a futó üteg felépítésével, ugye a sötét <coughs> királyszány pontjainak ellenőrzésére irányul. Hogyan tud fejlődni sötét? Tehát hogy oldja meg a G8-23 problémáját? Hát majd F6-ra fogja rakni, uh -huh. <coughs> és akkor ugye futóhállata esetleg, ha kicserélik a védőfutót. De ugye fehérnek egyértelműen F3, G4, H4, H5 a terve, és ugye azonnal lerohanni. Ugye a fekete hosszúra nem nagyon tud sáncolni most ebben a szerkezetben. Ugye itt egy taktikus adokkapok fog kialakulni, Ugye aki gyorsabban fog érkezni, ugye az fog nyerni. Nem emlékeztet ez az állása a szicíliai védelem sárkány változatára? Hát egy picit ugye a G7 futó, ugye ez a sárkány futónak is szokták nevezni. Persze, hogyha ezt nézzük, igen, egy picit ugye másabb, és itt is fog majd esetleg c jönni a partiban. Hát én úgy gondolom, hogy természetesen ugye itt ugye ezzel a hosszú sánccal, ugye fehér egyértelműen, egyértelmű, egyértelmű kifejezte, hogy ő hol szeretne játszani. Ugye a Fekete pedig ugye megpróbál ez ellen tenni a vezérszárnyon. Hát nézzük akkor ki jön előbb, ki érkezik előbb. Futó b folytatta sötét, amire ugye következett F3, ugye megvédi az N4 gyalogot, Huszár D7-tel ugye fejlődik Fekete, ugye az a terv majd, hogy C5-tel a centrumban ugye ellenlökést hozzon létre király b 1 ugye biztonságosabb helyre vitte fehérrel a királyát. Tehát előbb-utóbb kinyílik a c vonal, a szicíliai c vonal, és a C-vonalon erőngenezze semmilyen nehéz, tiszta, világos királyállását. Igen, igen, igen. Következett erre Bástya C8, <kül> ugye amire g 4 el, elindult világos, most már megérkezett ez a terve, ugye H6 jött, én úgy gondolom ez egy picit talán felesleges lépés, tehát én azonnal C5-öt léptem volna, tehát nem vártam volna a H6-tal. Én ugye... azt hiszem, hogy ha most, tehát nyilván arra gondolhat sötét, hogy H4, H5 után G5-re túltol. Igen. De hogyha a 20 f 6 megérkezik, akkor viszont G5 következhet, Igen. és kinyílik egy vonal. Igen, ez az érdekessége, meg ugye H6-tal az az, hogy. Igen, amit mondtál, hogy H4-H5-re G5 a terv, de viszont ugye így most megint megérkezik H4 és 20H3G, után ott az elég nagy támadások fehér kapni. Tehát következett is H4, amire ugye C5-tel most robbantott fekete, és erre D-üti C5 következett. Itt ugye most hát két dolog van, tehát lehet huszára, vagy gyaloggal ütni. A fekete huszára való ütést választotta. Én úgy gondolom, hogy a gyaloggal való ütés sem lett volna annyira rossz, tehát, tehát az is játszható lett volna, de természetesen a huszár üti c is egy más stílus ez ugye itt a C vonal félig megnyílik, ugye, és akkor ennek a játékára szeretné kiegyezni fekete. Arra gondolsz esetleg, hogy az a D7-20-ára E5-ön is megjelenhetett volna, és akkor C4 beugrással, vagy... vagy hát a... nem inkább arra, hogy C4-gyel ugye ott, ott, valahogy meginduljak erre. C4, 20 c A gyalogroham a királyállás igen, ellen, igen. és az E5-20-át nagyon nehéz elzavarni onnan, mert f 4 en mondjuk ütésben a G4 jog. Igen, 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 tehát ez lett volna. De a 20 cél teljesen igen. jó lépés, tehát nincsenek. Tehát semmi egy valami. másik terv lett másik Terv, másik. Valószínűleg ez a 20 előtti is egy jó. Tehát valószínűleg egy picit jobb lépés hogy uh, a nagyobb játékot eredményez. Ugye egy Huszár üti C5 következett, amire világos folytatta Huszár H3-mal, és most ugye Huszár F6 megérkezett, és ugye Fehér most G5-tel azonnal bele tudott kötni fekete állásába. Na itt lett volna egy érdekes, hogyha azonnal üt a Huszár E4-re, és ugye azt visszaüti a gyalog, Amire megint 20-erüti N4 jött. Itt ez jobb lépés lett volna egyértelműen. Fekete, ugye közbeiktatott egy ütés, H-üti G5-tel, amire ugye 20 G5 jöhetett, és ez most ez egy rossz lépés volt, vagy pontatlan úgy fogalmazni. Tehát ez a H-üti G5 helyett 20-erüti N4-je valószínűleg egyenlő szerkezetet élhetett volna el fekete. Mindesetre nagyon bonyolult állás jött volna ki. Uh, és Laci ismeri és jól kezeli igen. a bonyolult állásokat. Igen, hát h G5 következett, ugye ezt én úgy gondolom, hogy az hiba volt, amire Huszár üti G5-tel visszaütött, és ugye hozta a Huszárt játékba, ugye a H3 Huszárt G5-re, tehát ezért is nem logikus lépés leütni, és erre most következett B4, amire Huszár E2 következett, és ugye most fekete huszárüti e 4 taktikai síkra terelte az állást. Ez valószínűleg egy rossz lépés, egy, e, egy veszélyes lépés, de jó játékkal ugye ezt kihasználja e, világos. Egész egyszerűen, ha a lép, az valószínűleg olyan egyenlő e, gyanúsú egyenlő gyanús lett volna az a szerkezet. Persze ott is természetesen játék van, és, és bárki nyerhet, de valószínűleg az a sokkal jobb lépés Nehéz volna. azért ö, sötétnek tervre elhatározni magát, mert hosszúra nem sáncolhat, röviden megint csak nem teljesen ajánlatos sáncolni, mert már a hávonal könnyen kinyitható, tehát félig nyílt a G és a h -vonal is, tehát nehéz eldönteni, merre sáncolja, tulajdonképpen merre menjen a támadás iránya. Ez, ez olyan bizonytalansági érzést ad az embernek parti közben, hogy igen. Nem csoda, hogyha pontatlan lépést tesz. ilyenkor nincs meg az emberben a számítógépek higgadt nyugalma, <laughs> hanem az emberi tényezők, a, a, személyes benyomások és érzelmek jelennek meg a döntésben. Igen. Hát azt kell látni ebből az állásból, hogy itt fekete nem fog elsáncolni, akkor hát után matot kap. Tehát itt középen áll legbiztonságosabban ez a fekete király. Úgyhogy én, én inkább A5, 20 D7, 20 A5, amit mondtál, az egy teljesen logikus jó jó lehetőség, vagy a Huszár h tel megállítja fekete a fehér támadást, és akkor ott, ott akkor ugye megpróbálnak a, a, megpróbál mindkét fél tiszti játékkal valahogy megbontani az ellenfél állását, de ugye nem olyan egyszerű, tehát nehéz. Ö, Igen, jó. De középen reked a király természetesen, Igen. csak akkor a h 8 a problémáját is meg kell oldani, hogy merre hozzuk játékba. Igen. Persze azért világosnak sem életbiztosítás, hogyha sokáig ö, ö, lavírozgatna Igen. az állásban, tehát neki is Igen. aktív cselekvésre kell elhatározni magát. Hát minden esetre ugye taktikus jó uh, állásba keveredett, és Fehér igazából most itt jobban áll. Ugye visszaütötte ezt a lovat gyaloggal, amire huszárüti üti E4 következett, és ugye vezérüti B4-gyel, ez egy jó lépés, ugye a B7 futót is megtámadta, meg az n 4 lovat is, most vezér C7 következett, amire ugye futó H3 jött, és ez egy nagyon erős lépés volt, ugye, amit C8 bástjára kacsint. Na most huszárüti G5, ez, ez nagy hiba volt, ezután szinte teljesen nyerve van fehér, futóüti C8 következett, itt valószínűleg vezérüti c 2 kellett volna iktatni, de már ott is jobban áll fehér egyértelműen. Ezt visszaütötte vezérrel, amire futóüti G5 következett, futőti H1, ugye bástyőti H1, és hogyha most megnézzük, ugye egy gyalogja van a tisztért feketének, tehát gyakorlatilag eldőlt a játszma, tehát itt most már gyorsan csak megnézzük, hogy mi lett a legvége. Futó E5 jött, amire vezér E4 következett, <coughs> vezér B8, Ugye huszár d 4 jel érkezett a huszár, király F8. Tehát nehogy B2 matot kapjuk. Igen, azért rá, de figyeljünk, Bástya D1 következett, amire e6, vezér f3, most huszár üti e6 fenyeget, király g7-tel kiment, bástja f1, ugye azonnal a gyengeséget támadja, f5, ugye és huszár üti e6, sak következett, király f7, és huszár d4, nagyon jó lépés, ugye ezt a futó ütni, akkor vezér d5, sak jönne a centrumból, és a király és a futó van egyszerre megtámadva. Vezér b6 jött, amire vezér d5, sak, király G7, futó E3-mal megvédte a lovat, vezér B8, huszár E6, sak, király H7, huszár G5, sak, király H6, C3, bástya C8, és vezér F7, bástya C7-re pedig huszár E6, felfedésesek után kapitulált fekete. Tehát, Joggal. Igen, tehát eb, itt a vége már ugye nagyon könnyű volt, de, de nagyon érdekes és jó kis támadó partit láthattunk ismét Lengyel uh, Lászlótól. Tehát világos, orosz Robert játszott is uh, Isvanovszki Kálmán ellen. Nagyon jó uh, és egységes partit fogunk látni. Ugye e kezdett világos, a királygyaloggal, amire C5 tel ugye a szicíliai védelmet választotta. Sötét, Huszár F3 következett, amire G6. Ez egy kicsit ugye meglepő lépés, ezt bakonyi változatnak szokták nevezni. Itt ugye D4-et is lehet lépni, C3-at, c C3 sok minden lépés van. Itt C3-at választotta ugye illetve a kiskola játékosa, amire vezér a jött. Ugye ennek az az értelme, hogy ha D4 jönnek, hogy aloggal leütni fekete, és c nem tud ütni. Tehát ezt kell látni, de semmi probléma nem volt, futó c 4 fejlődött tovább világos, amire Huszár C6 következett, és elsáncolt világos. Ugye a megítás alapelveit követte, futó G7 következett, amire bástja e 1 ugye futónak F1-en helyet ad. Uh, fehér, tehát bástya 1, uh, erre D6-tal fejlődött fekete, H3 nem engedi ki a futót, hogy lecserélje a C8 futót, E6 következett, amire huszára a 3 Ugye ez egy furcsa lépés, tábla szélén ugye azt szoktuk mondani, hogy ne tegyük, de ugye huszár C2 és D4 a terve világosnak ezzel. Tehát nem hagyja a tábla szélén, hanem viszi tovább, és ugye a centrumot próbálja meg ezzel erősíteni. Hát sötét igyekszik ugye a G7 futóval, a nagy átlón, a, főleg a D4 pontot Igen. támadni, a centrális mezőt, és a huszár A3, huszár C2 manőver a D4 pontot erősíti Igen. meg tulajdonképpen. 20 a 3 következett, amire a 6, ugye most a B5 pont, meg B5 a terve, futó F1, ugye azonnal visszarakta ezt a futót, B5 következett, és erre 20 C2-vel ugye visszarakta jobb helyre a huszárját, huszár G7 következett, sötéttel ugye fejlődött, és D4-gyel megindult fehér, hát erre C D4, következett. Ugye ezt lehetne gyaloggal is, ugye a c nak most nincs szerepe, úgyhogy ezért huszárral ütött vissza. Fehér, amire 20 üti D4, következett és C üti D4 után. Egy kicsit jobb állás, ugye nagyobb centruma van fehérnek, és kényelmesebb tervet találni világosan, mint sötéttel. Fekete elsáncolt, amire futó D2-vel visszazavarta a vezért. Vezér B6, és ugye futó E3 következett. Ugye esetleg most d tel próbálja meg szétszedni fekete, a, vagyis fehér a fekete állását, úgyhogy ezért kellett D-5-lépni. Ezzel viszont E5-tel világos egy olyan állás szerkezetet ért el, hogy a teljes mértékben lezárult a centrum. És ugye fehérnek nagyon jó támadása lesz a fekete király. Ami még nem látszik, de majd meglátjuk a parti folyam, tehát parti további részében, hogy hogyan tudta ezt kihasználni. Nekem nem szimpatikus ez a D5 lépés, mert annyira lezárja a centrumt és térelőnyt ad világosnak a király elleni támadásban. Milyen más terv lett volna? Hát ott talán e 5 Ám akkor azt leütik, az, az, nem is. Hát a vezére akkor ki kell menni hogy a futó átlóból, ugye az E3-B6 átlóból, és utána a futó B7 és valahogy E5-tel feketén, erre tudnék gondolni. És a bástyákat hát... a C-vonalon? Az is egy lehetőség, csak ugye azt most a futóbétre D5 és d 5 ilyen hattal ott fel. Tehát a vezérnek mm. most jó helye nem nagyon van igen. ebben a szerkezetben. Hát azért választotta inkább ezt, viszont, hogyha megnézzük így, meg a C8 futónak nem lesz állása. Tehát igen, ez a D5-tel nagyon valószínűleg amúgy f 6 fel kellett volna szedni. Tehát változtatni kellett volna a feketének ezen a szerkezeten, és f 6 nem lett volna olyan egyszerű. De ugyan, akkor a mennyitek. futó d nem is rossz, olyan franciás állás, Igen, franciás és rá lehet játszani enki. akkor a D4 gyalogra, illetve a C vonalon behatolni. E, igen, egyértelműen az jobb fehérrel az a szerkezet F6 után, mert ugye azért gyengébb az E6, E5 pontom is van, ugye gyengék azok a gyalogszerkezetek, de az, egy, de az egy játszható állás lett volna. Ugye a fekete, amit választott futó d7-tel, ez nem volt annyira jó terv, amire futó g5 következett, 20 c6-ra, pedig vezér d2. És ugye Bástya fc8-al, ugye a fekete úgy gondolta, hogy itt nem fog mattot kapni, de amint látjuk majd, ezt rosszul gondolta. Bástya ac 1 -e, ugye egy picit az alvonalat megfogja, futó f8, amire vezére F4 következett, és futó E8-ra, pedig futó D3-mal. Ugye most, ha megnézzük, négy tiszt van a fekete király körül, és ugye a fekete mezők viszonylag azért gyengébbek. Mint a, A5, mérges darazsak úgy igen. keringenek a világos tisztek a sötét királyállás körül, és nézzük, mikor lesz a szúrás. Igen. A5 következett, ugye, amire futó F6, és A4-re pedig Bástya C, d 1 -e megvédte a D4 gyalogot, ugye itt az a terv majd, hogy Huszár G5-tel előre jöjjön. A Huszár vagy Huszár H2, G4, H6 is, mint a partiban. Huszár A5 jött, ugye erre most ott maradt, vagyis el, eltűnt a D4 gyalognak a támadása, Huszár H2 következett, amire Huszár C4 érkezett, Bástya E2-vel megvédte a B2 gyalogot, A3, B üti A3, Bástya üti A3, B5 A3, B5 A3 2000 G4 után gyakorlatilag feladás, ugye 2000 H6 csak fenyeget, Erz futó G7-tel próbálta meg kivédeni sötét, ez leütött futó üti G7, király üti G7, és vezér H6 sak után, itt feladta fekete, mert 2000 F6 is védhetetlen mat van H7-en. Mat kettőben. Tehát ezért ugye itt, hogyha megnézzük, ugye tehát fekete elindult a vezérszájon, de sehova nem érte, fehér meg a királyszájon is mattot adott. Tehát ez egy nagyon egyértelmű, jó, könnyű, én azt mondom, hogy könnyű győzelem volt, mert fehérnek adott volt végig a terve, hogy hogyan játszik a fekete királyra nem szeretném a mesterek játékát kritizálni, mert ugye Kálmán Istvanovszki Kálmán is egy régi erős fidemester. Én annyit mondanék erről a partiról, hogy sötét királyállásának védelmi lehetőségei erősen korlátozottak voltak, és ezzel a centrum lezáró D5 lépéssel tulajdonképpen lehetőséget adott arra, hogy túlerőt képezzen orosz mester a, a, a királyállás ellen. Igen. Tisztelt nézőink, ennyi fért a mai adásukba. Remélem tetszettek a partik és sokat tanultak a mesterek közdelméből. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, viszontlátásra. viszontlátásra.